Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban egy olyan embert fogok bemutatni nektek, aki lényegében mondhatni egy festményként éli az életét. Ez az ember nem más, mint a képen is látható német úriember, Tim Steiner, aki egykori tetováló szalon menedzserként egy napon úgy döntött, hogy a hátát lényegében vászonként ajánlja fel egy tetováló művész számára. Ez az egész 2006-ban történt, mikor is egy német tetováló művész név szerint Wim Delvoy azzal kereste fel Timet, hogy nem-e ismer valakit, valaki olyan szemét, aki hajlandó lenne belemenni abba, hogy lényegében vászonként ajánlja fel a testét a számára, mármint ugye a tetováló művész számára. Ez a művész egyébként arról volt híres, hogy sertésekre tetovált, de mint mondta egy ember, mégiscsak más lenne egy ilyen műremeket tetoválni, mint egy sertésre. Remélem a sertések ezt nem vették sertésnek. Na, de térjünk is vissza a lényegre, mivel számtalan ember van, aki ebbe nagy valószínűséggel belement volna, ezért Timnek nem lett volna nehéz dolga, tehát nem lett volna nehéz egy ember találni erre a feladatra, ám Tim úgy döntött, hogy ő lesz az, aki vállalja ezt az egészet. Tim erről az egészről amúgy úgy vélekedett, hogy annak ellenére, hogy a tetoválások készítése lényegében művészet, a tetováló művészeket mégsem ismerik el a kortárs művészet világában, mondjuk lehet azóta már változott a dolog, de a lényeg, hogy Tim belement ebbe az egészbe, és a hátán most egy remek műdíszeleg, vagy egy műremek. Na, és akkor itt jöhet a kérdés, hogy ebben mi annyira különleges, ugyanis több millió vagy akár több milliárd ember visel magán tetoválást, nagy cucc, ha most valaki engedi, hogy rátetováljanak a hátára, ám ennél a történetnél annyi a különlegesség, hogy míg valaki besétál egy tetováló szalomba és magára varrat valamit, az a tetoválás azt követően az övé lesz, ám a Tim hátán lévő tetoválás, vagyis mondhatni kép, az magáé, a művészé lett. Majd ezt követően egy német gyűjtőjé, de előtte még egy-két dolog. Ha minden igaz, a tetoválásnak a készítése 2006-ban vette kezdetét, majd két évvel később 2008-ban ért véget, mindezek ellenére magával a tetoválással töltött idő mindössze 40 óra volt. Gondolom kellett az idő ahhoz, hogy a teljes koncepció kialakuljon a művészben, és mint az látható is, ki is alakult. Nos, miután a Tim hátán lévő tetoválás, amely egyébként a Tim nevet kapta, elkészült, egy német gyűjtő úgy döntött, ő nem sajnálja érte a pénzt, így 2008-ban 150 ezer euróért, az inflációt tekintve közel 65 millió forintért meg is vásárolta azt, tehát Tim onnantól fogva, ahogy ő is nyilatkozta, csupán a kerete a hátán lévő műremeknek. Vagy remek műnek. Magyarul, ha majd elhalálozik, a tetoválása mondhatni jogos tulajdonosához fog kerülni. Ez így elég érdekesen hangzik. Ja, és amúgy Tim a tetoválásért kifizetett pénznek csupán az egyharmadát kapta meg. Na, de ami még lényeges, az az, hogy Timnek időnként különféle galériákban kell üldögélnie, méghozzá teljesen egyenes háttal, néma csendben, mintha tényleg egy festmény lenne. Előfordult már olyan, hogy ezt heti 6 nap, napi 5 órában kellett megtennie. Az elmondása szerint ez az egész időnként elképesztően kiakasztó, főleg mikor egyes emberek leköpdösik, vagy éppen bögdösik, lögdösik őt, ám ez, mint kiderült, ezzel jár. Sokan amúgy ezt az egészet elég betegnek tartják, köztük valamilyen szinten én is, de Tim az nem, úgyhogy ez van. Egyébként egy film is készült erről a dologról, meg egy ütvefúrás is. Egyébként egy film is készült erről az egészről, magáról a filmről egyébként semmit sem tudok, azon kívül, hogy létezik, de gondoltam megemlítem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, esetleg osszátok, és persze nem utolsó sorban, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a csengettyűt sem. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!